A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Wap, 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 shoo, wap, banana, wap, 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 shoo, wap, banana, wap, 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 shoo, wap, 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 shoo, wap. Ha megkérdezz, hogy mi az, ami érdekel, hifel ezen a héten, a pénteken, van egy bomba tippem szombatra, ha menjünk a Róki klubba. Ha minden este forrott a hangulat, a papa és a mama is jót mulat. Ha békén hagyjuk őket, otthon se jövünk, mert itt van a mi helyünk. Ha figyelj, kislány, add a kezed, ma táncolod kell egész este én velem. Az se baj, ha éjfél előtt nem érsz haza, oké, találkozunk a Róki klubban. Wap! Wap, wap, shoo, wap, 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 shoo, wap, 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 shoo, wap, 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 shoo, wap, wap, wap. Wap shoo wap, wap wap, wap shoo wap, wap wap, wap shoo wap, wap wap, wap shoo wap. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a televízió nézőket a próbateremből, de hogyha igazából az előző dalhoz szeretnénk igazodni, akkor nyugodtan mondhatom azt, hogy a Róki klubból, és ha azt mondom, hogy Róki klub Székesfehérváron, akkor egy nagy időutazásra indulunk, és ebben az időutazásban Majoros Andor, nagyon kedves barátom, régi barátom, akit ma becenevén bandizni fogok, úgyhogy... Köszönöm szépen, a bizalmat. Szeretettel köszöntelek, szervusz, és köszönöm szépen, hogy beugrottál ide a próbaterembe. És megmondom őszintén, hogy már amikor készülgettem erre a dalra, és egyáltalán amikor erre a beszélgetésre készültem, hát fölszakadt bennem a nosztalgia dolog, és előjöttek régi, nagyon szép emlékek, régi közös zenélések, nagyon sok minden, úgyhogy hadd mondjam el a televízió nézőknek, hogy Bandival mi, hát gyakorlatilag én a magam részről kamaszkoromban indítottuk el a Rövid Zárlat nevezetű zenekart, majd elmondjuk, hogy kik voltak még benne, úgyhogy az ismeretségünk innen datálható, és az előző dal pedig, annak a klubnak volt a himnusza? Mondhatjuk himnusza. Biztosan állítom, hogy az. Ahol egyébként annak idején hát elképesztően nagy bulik voltak, és ahol első zenekarunkkal mondhatjuk azt, hogy sikereket értünk el. Szóval egy kicsit nosztalgiáztunk. Hát igen, köszönöm a megtisztelő meghívást. Szoktam annó nézni ezeket a műsorokat, és titkon reméltem, hogy egyszer majd én is sorra kerülök, hát így váljon be minden kívánságom. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy, és hogy csatlakozzunk hozzá, hogy igen, a próba teremben indult az én zenei karrierem, ugyanis 1990-ben, amikor hát én már nem mondom, hogy kamasz voltam, elkezdtem a Gödöllői Agrártudományi Egyetemet. Kedves két unokatestvérem, Veréci Gabi és Veréci Zoli, egyszer fölhívtak, hogy figyelj, van egy zenekari kezdeményezésünk, a Godi, a Godó István, a gitáros, ő nagyon kedves barátom volt, középiskolai osztálytársam, hogy mi lenne, ha elmennék és megnézném őket. Annak idején ez a négyes formáció, ha jól emlékszem, négyen voltatok, még? Igen. A Kisbazsi dobolt akkor. Kisbarázs dobolt, itt a tóparton, akkor még katonai kollégiumban, Katkónak hívják, a híres, kik voltak a Portás bácsik. legendás Portás bácsikkal. És bementünk egy ilyen szobába, dob,
Akkor még nálad gitár nem volt, nem, csak nem, mindig nem. Fogtad a kis mikrofonodat. Az én kis mikrofon, de ne felejtsük el, hogy ott a gitárok úgy voltak tárolva, nem tudom mennyire emlékszel, egy kartondobozba voltak bepakolva a katonaság gitárjai. Egy videótonos televíziós dobozba, ott állt kint valamelyiken. 6 ilyen hangoló kulcs volt, volt 2 olyan gitár, amin csak 4, én néztem, hogy mi van, ellopták, vagy mi, és akkor így elkezdtek nekem játszani a Godó István gitáron, ritmusgitáron, Bazsi, Kis Balázs dobolt, te énekeltél, Gábor szakszizott, illetve Zoló unokatesom billentyűzött, akkor 5-en voltatok, igen. És akkor úgy figyelgettem, hogy nagyon jó, az azt hiszem a La Bamba című számot játszottátok, meg talán a Falling with Love, vagy Falling in Love, igen, a Presley dal. És mondom, nagyon jó, ezeket a zenéket én szeretem, de valami hiányzik ott a mélyébe, valami, hát akkor én már régóta néptáncoltam, tehát tudtam, hogy egy népi zenekarba kell egy nagy bőgő, az attól szóljon, és mondtam, hogy hát ilyen bőgő, ilyen basszus gitár nincs, és mondtátok, hogy figyelj, ott van 2, jó van, oda mentem, így fölvettem, azt tudtam, mert akusztikus gitáron akkor már úgy tábortűzi szinten játszottam, hogy mi a különbség a basszusgitár meg az akusztikus gitár között, úgyhogy szépen elkezdtem így fülre hangolni, akkor még nem voltak ilyen fantasztikus hangológépek. És kaptam egy regent erősítő volt talán. Hát, azt hiszem. Igen. Jobban emlékszel rá, én ezekre már nem emlékszem, megmondom őszintén. Na, és akkor kipróbáltuk, és úgy próbálgattam azt a 4 akkordot a La Bambára kisilabizálni, és teljesen megállt a helyét, úgyhogy egy olyan biztos alapot biztosítottam akkor annak a számnak, hogy azt hiszem, igen, hogy akkor fogadtatok kegyeitekbe, és innen a siker már csak karnyújtásnyira volt. Abszolút, egy jó hosszú karnyújtásnyira, de azért eljött elő vagy utóm. Próbaterembe kezdődött a sztori, úgyhogy a Katonai Kollégium legendás próbaterme számunkra azért tartogatott sok minden mást is, hiszen például annak, hogy Kis Balázs, a zenekar dobosa akkor odajárt a Katkóba, mi ott próbáltunk, azon be is neveztek bennünket egy tehetségkutatóra, ugye? És én úgy tudom, hogy annak a szűrőjén, első szűrőjén tovább jutottatok, utána én belepofátlankodtam a bandába, és Balassa-Gyarmaton katonai kollégiumok ki mit tudja, ahol különböző művészeti ágakból így a katkósok, hát zömébe fiúk, mert nagyon sok katona hölgyemény, kezdemény nem volt akkoriban, és emlékszem, hogy játszottunk 2-3 számot, mint versenyprogram, és annyira földobtuk a hangulatot, hogy utána még összeraktunk Koleszba laktunk, egy 8 számot. Igen, és egy bulit csináltunk. És egy bulit csináltunk, és kétszer el kellett játszani, mert több számunk nem volt. Igen, de arra emlékszel, hogy konferáltak fel bennünket? Felidézzem? Igen, légy olyan. Hölgyeim és uraim, ja, úgy hívták ezt a formációt, hogy rövid zárlat zenekar. A Balassa-Gyarmati felkonfa következőképpen szól. Hölgyeim és uraim, a színpadon az Áramszünet együttes, úgyhogy ezt nem tudom, ez megvan ez a történet. Persze. Azóta is sokat viccelődünk ezzel, de azt azért elmondhatjuk, hogy ez egy nagyon-nagyon szép időszaka volt a kamasz éveinknek, és nagyon sokat hozzátett szerintem, akár neked is, akár nekem is a zenei pályámhoz, hiszen valami olyasmi volt még, valami olyan műhely munka, olyan fortyogás volt ott a Rocky Club környékén, meg úgy egyáltalán, ami óriási lökést adott a színpadi dolgainkban. Igen, és hozzákötném, hogy szerintem mindannyiunk életében, akik ebbe a formációba így hatan voltak, ez volt az a pillanat, meg az a folyamat, amitől mi tényleg ide a zsigerekbe, a lelkünkbe, a szívünkbe költözött a muzsika, közben mindannyian ugye próbáltuk magunkat autodidakta módon autodidakta tanárhoz járt képezni, és biztosan állíthatom, hogy sikeres projekt volt, mert mindannyian a zenei pályán maradtunk, ki professzionális szinten, ki félprofessionális, ki csak szívből, lélekből, de azt hiszem, hogy egy életre szóló kompetenciát szereztünk akkor. A Covid-járványt megelőző, talán azt hiszem előző évben volt egy ilyen comeback. Tehát 2018. november 3. Táncház.
Úgyhogy ott bár bemutatkozott a teljes legénység, de azt gondolom, hogy mivel itt egy népes formációról van szó, tehát ugye sok ember megfordult ebben a zenekarban, és már nem úgy, nem a dobosok, ahogy igen, szoktak. Mindig tovább ment egyet a hangszer. Hogy azt hiszem talán, hogy vállalhatnánk egy feladatot, mondjuk el, hogy kik voltak ebben. Ha én kiadjuk valakit, akkor segíts nekem, légy szíves, mondta jó? Mondta egyet, itt próbáljuk meg így kronológiailag. Jó, oké. Akkor én hadd kezdjem, Majoros Andor. Köszönöm szépen, Bokányi Zsolt. Köszönöm szépen, Veréci Gábor. Veréci Zoltán. Kis Balázs. Godó István. Godó Balázs. Volt egy Zita nevű énekesünk is. Volt egy Zita nevezető énekesnő. Nehogy megkövezzenek, hogy nem jut eszembe a vezetékneve. Igen, igen. Kedve Zita, nagyon szeretünk azóta is, és nagyon jó volt veled. De most továbbugrunk a következő névre, igen. Akkor Godó Balázs Zita, ugye itt hagytuk abba. Nagy Szabolcs nevét említsük igen, meg mindenképpen. Igen, dobváltás volt. Majd kibővült a formációnk egy kicsit ilyen esztrád, és jött egy Nagy Attila kongával. Igen. És akkor léphetünk a fuvósok irányába? Mindenképpen. Hát a fuvósok tekintetében pedig, ha jól tudom, Pimpa ugye Kurgya Zoli. Igen, Hergovics Gábor, és trombita. És Cserta Bazsi. Minden. Mint mindig. Cserta Bazsi, minden. Igen, igen. Az a helyzet, hogy bár ez talán egy picit túlzónak mondható, de korszakai voltak a rövid zárlatnak. Ugye volt egy early korszaka, amikor is Kis Bazsi, Veréci Zoli, Veréci Gabi, Jó Magad, én és Godó Pisti kezdtük ezt az egészet, ugye? És aztán ott volt egy dobcsere, igen, és szépen épült fel. Igen, csak hogy műfajban is ez a klasszikus rock and roll, tényleg az 50-es évek vége, 60-as, 70-es, és hát nyilván Hungária. Abszolút, ennyi. Igen. Veréci Gabi lélekben mindig itt van velünk, remélem most is nézi ezt a műsort, szervusz Gábor. Elindított egy remek helyet ezt a Rocky Club nevezetű sztorit, az még a rövid zárat nélkül indult ugyan, tehát a hely, de aztán nagyon hamar, talán nem tudom, egy éven belül csatlakoztunk, és házigazda zenekara lettünk ennek a helynek. Én azt hiszem, hogy majd rákötünk később a néptáncos dolgaidra is, de például az Alba Régia Néptánc Együttes masszív közönségét képezte ennek a klubnak. Igen, annak idején azt hiszem két hetente volt a Zsupti próba a Felsővárosi Közösségi Házba, a Rocky Club, és általában egybeesett az Alba Régia Tánc Együttes táncházaival, az havonta volt akkor már, és mindig a táncház után átjött a közönség, akik nyilván azt mondják, hogy egy néptáncos mindent tud táncolni, de más műfajban táncoló nem biztos, hogy tud néptáncot. Hát ez így is volt, mert azt hiszem, hogy a közönség, nem tudom, jó része néptáncosokból masszívan belőlük és tartósan is belőlük állt. Na vissza kicsit a rövidzállat története, ez azt mondtam, hogy hosszú út vezetett a sikerig, de azért voltak apró kis sikereink. Hát nem tudom, mennyire emlékszel rá, például Közgázon az Elvis emlékkoncert. Hát a számomra ez egy óriási élmény volt. De az első nagy koncertünk Petőfi csarnokban volt, ahol a Kis Bazsinak, nagyon kedves barátunknak a trapéz nadrágja, vagy a széles szárú nadrágja beleakadt a lábdobnak a lábgépbe, és egy Buli nálunk című dalunkban, amit igen, Godó Pisti írt rá egy remek magyar szöveget. Na hát ott ő megküzdött ezzel a történettel, szóval összejött minden, ami egy amatőr zenekarnál össze kell, de jöttek ezek a pici kis sikerek. Hát én azért nem tudom, hogy egyről beszélünk-e, nem a Közgázban voltunk, hanem akkor az első Jampi fesztiválunkon. Én ott féltem konkrétan, megjelent egy ilyen szemtelenül fiatal, szépen konszolidált, Boka volt egyedül, aki úgy stílusba beleér, de korán sem volt annyira merész, és jöttek a nagy séró, színes, hegyes cipős, úristen, mondom, jó rendezvényen vagyunk, és közben meg teljesen jót, Godival beszéltem, úgyhogy azt mondja, hogy még meg is van a plakátja. Hogyne. Ezek nagyon nagy élmények voltak. Egyébként abban az időben, a 90-es évek elején volt egy újabb hullám ennek a rock and roll dolognak, úgyhogy elmondhatjuk, hogy Székesfehérvár is ilyen tekintetben csatlakozott ehhez, mégpedig a Rocky Club kapcsán.
Bandi, mielőtt a Fehérvár televízió archívumából válogatnánk, ugyanis készült annak idején egy beszélgetés, és a Fehérvár televízió archívumában őrizgetjük ezt a dolgot, ezt fogjuk bejátszani majd. Hadd kérdezzem meg tőled, hogy... Hozzájárulok. Részben, hogy hozzájárulsz-e. Részben pedig, ha azt mondom neked, hogy ritmus és ritmus. Mondd ez neked valamit, vagy mondd valamit, hogyha egyszer furuljázni önerőből. Ezt idézzük fel, ezt a pillanatot. Ez végigkíséri életemet, és elnézést kérek, ez volt életem első televíziós riportja. Azóta remélem csak fejlődtem. Igen. Hölgyeim és uraim, akkor ezzel a kis bejátszóval folytatjuk tovább. Hadd mondjam el, hogy a felvétel kopottas, nem is úgy szól, mint a mai modern dolgok, de hallgassák és nézzék persze. Nagyon nagy szeretettel, mi pedig folytatjuk tovább. Nagy, de diszkónak kicsi. Hogyan szerveztétek meg, és mióta van egyáltalán ez a klub, amiről szerintem nagyon kevesen tudnak a városban? Hát most hirtelen nagyon sok kérdés intéz hozzám kezem sorba talán. Ennek az egész helynek a neve Rock and Roll Club. Nem tudom, hogy mennyire elterjedt, mennyire nem. Hallottam már nagyon sok ismerősömtől, hogy terjed a híre. És az egész azon alapul, hogy amit mondom, ti is észrevettek, hogy a nosztalgia hullának a korát érjük. És én a saját véleményem, saját olvasatom alapján, én mindig is szerettem volna egy ilyen helyre eljárni, ahol ilyen tánczenékre, a régi nosztalgia zenére és a társasánc zenékre lehetne táncolni. Hát ilyen lehetőséget nem tartom félválni, és akkor úgy gondoltam, hogy fölveszem a kalapot, és akkor egy nagy-nagy próbálkozásra fogok. És nagyon sok nehézség között, de nagyon sok barátra és nagyon sok segítőre találva sikerült ezt a helyet létrehozni, és úgy veszem észre, hogy van rá igény. A magad korabeliek azt mondják, hogy ez régi, elavult, ódivatú, és egyáltalán nem kell, mert vannak ennél sokkal modernebb dolgok, erről mi a véleményed? Hát szerintem a divat ez mindig ismétlő magát, és ami egyszer bevált, és ami egyszer nagyon jó volt, az később még bármikor felújíthatják, és bármikor a színre került, íme ez. Szerintem ez a zene ez annyira örökzölt, hogy ez soha nem megy ki a divatból. És ennek az egész helynek a lényege, hogy a fiatalok megtanulják ezeket a táncokat, mert nem sok lehetőség van a városban tanulni ezeket, vannak tánciskolák, cselenfelül, hogy megtanulják ezeket a táncokat, be is tudják gyakorolni, és tudják élvezni a megszerzett táncudást. Mert az a másik, hogy én is tudok egy-két tánciskoláról, de talán olyan hely nem igen van, ahol ezekre a zenékre táncolnak is, tehát élvezhetik ezt a megszerzett táncudást. Akkor ti tulajdonképpen nosztalgiáztok. Hát én nosztalgiázok, én egy ilyen világban élek is. Mit fogsz csinálni 60 éves korodban? 60 éves koromban? Lehet, hogy akkor térek át a repre kis csúszásra, nem tudom még, ez olyan kérdés, hogy azt sem tudom, hogy holnap mit fog csinálni, azok, hogy alszok majd egy nagyot a buli után. Ez a rövid zárlat együttes, a Rock and Roll Clubnak a saját bevált külön házi együttese. Honnan a név? Ez a név ez egészen onnan jött, hogy az R-betűnek felütöttük a kis lexikont, mint Rock and Roll, mert nem tudjuk milyen nevet, és a rövid zárlat jött be. Ezt el kell mondjam, hogy ez a név, ez nagyon találom, mert nagyon sokszor bejött már koncertjén közben, hogy ez a rövid zárlat az előtt. És akkor csak én mondtuk, hogy hölgyeim és uraim, ez itt téma a rövid zárlat, szóval nem volt ebben a hiba, de azóta egy kis rutint szereztünk. Ez körülbelül fél éve, mióta együtt zenünk, és azóta egyre kevesebb a rövid zárlat is. Tagok honnan vannak, régi barátság? Ezt ők mindjárt elmondják, én most kirohanok, mert jön egy következő szám. Részben régi barátok, részben új arcok. A Gáborral, a szaxofonossal és a Bandival, a basszusgitárossal mi osztálytársak voltunk középiskolában. A billentyűsünk a Gábor öccse, Heréci Zoltán. És két iszonyatosan, szemtelenül fiatal arc,
Bokány Zsolt az énekes, és Kis Balázs a dobos, és ő pedig Majoros Andor a basszus. Most úgy tudom, hogy te néptáncolsz, és hogy lehet ezt a kettőt összeegyeztetni? Hát ez teljesen más zenei világ ez a két dolog. Tévedés, mert mind kettő a zenén alapul. Ritmus és ritmus, ez a kettő. Szóval ezt a könnyű zenei irányzatot, ezt én a népzenén keresztül szerettem meg. És azt mondta, ha már furujázni tudok, saját erőmből tanultam meg, akkor talán a basszusgitársak. Te szerint milyen színvonalon játszotok, és hogyan? Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mi elég fiatal együttes vagyunk, ezért még nem mondhatni el, hogy hatalmas rutinunk van, de igyekszünk, és szeretnénk olyan zenét nyújtani, amit a közönség tényleg élvez. Folytatjuk tovább a Próbaterem című beszélgetős műsorunkat itt a Fejvár Televízióban. Az előbb egyébként a múltat idéztük, és a rövid zárlat, illetőleg a Rocky Club legendás korszakából hoztunk néhány pillanatot a stúdióban, vagy hát a próbateremben pedig Majoros Andorral beszélgetünk, aki, mint kiderült, hát a ritmus, furja és basszusgitár között nincs túl nagy különbség, és hát óriási élmény volt. Hát a közönséget látni kellett, talán a televízió nézők is látták. Viszont akkor ugorjunk egy korszakot, mit szólsz hozzá, és akkor jöjjön a latin zene. A latin zene pedig hát életedbe azt hiszem, hogy a Coco Loco zenekaron keresztül érkezett meg, ahol egyébként Veréci Zoltán, a korábbi rövid zárlattagja, Veréci Gabi is fölbukkantak, sőt. Tehát én inkább azt mondom, hogy 75%-ban a rövid zárlat már az esztrád zenekar tagjai, és igazából nem ilyen éles váltás volt, hanem volt egy időszak a rövidzállat életében, a 95-től 98-ig, amikor akkor különböző, de katona, sárga taxi, tehát igen, akkor zeneileg külön váltak az útjaink, de rövidzállat maradt, egy kis más koncepcióval kicsit a rokkosabb irányzatba mentünk, és akkor már Gábor, Veréci Gábor már kacsintott ki a karibi térségbe, közép-amerikai térségbe zeneileg is, és hozott olyan ötleteket, hogy adott volt egy gitár, egy basszusgitár, egy zongora, egy dob, a fúvósok és egy perka, és kezdetbe összeraktunk néhány olyan ilyen jellegzetes, nem az teljesen autentikus kis létszámú, mondjuk egy kuvai Buena Vista Social Club, hanem egy populárisabb műfajt, és ebből csináltunk, és emlékszem, hogy egy párhuzamosan volt egy olyan rész, hogy a rövid zárlat lépett fel, és utána szinte ugyanazok, csak ruhát cseréltünk, kosztümöt, és akkor a Coco Loco. Néhányszor játszottunk csak ott a Rocky Clubba, és a 98-as évet tendáljuk arra, hogy igazából akkor alakult meg az úgynevezett afrokaribi csípő tekerős latin zenekar, ez így egybe mondva ez a műfaja annak a bandának, ami most jelenleg 9 taggal üzemel, de voltunk már 10 is, és most 25 éves a Coco Loco. Én gratulálok tiszta szívből. Nagyon nagy dolog egyébként, amikor ekkora számokat mondunk, és nem csak a létszámra gondolok, hanem időfaktorra is mindenképpen. Úgyhogy a Coco Loco, hát azt hiszem, hogy Székesfehérvár ikonikus formációjává nőtte ki magát. Hát bízom benne, hogy ő más is így gondolja. Na menjünk akkor tovább. Ígértem a neked is és a televízió nézőknek is, hogy szóba hozzuk a néptánc kérdését. Hát hiszen lehet-e veled úgy leülni, beszélgetni, hogy a népzene, a néptánc ne kerüljön elő. És én hát úgy tudom, hogy sokkal elő volt a néptánc, mindenek előtt volt a néptánc, mint úgy egyáltalán a könnyű zene és a muzsika. Bani, hogy indult a néptáncos karriered? Hát ez is egy ilyen könyvet lehetne írni, vagy egy novellát legalábbis. 81-ben volt, amikor még ugye 1996-ig működött a Magyar Televízió nagyon híres tehetségkutató műsora, a Ki mit tud. Igen.
évtizedes hagyományra tekint vissza, és egyik alkalommal lehettem valami 6 vagy 7 éves, így ültem és néztem egy fiatal embert, lehetett vagy 14-15 éves, érdekes ruhában, érdekes zenére piszok jól mozgott. Nem tudtam, hogy mi az, mint kiderült ki pár évek később, hogy ezt úgy hívják, hogy néptánc, ezt úgy hívják, hogy népviselet, a zenét úgy hívják, hogy népzene, erre történő mozdulatok sorát pedig néptáncnak, és én akkor nem láttam, hogy próbálkoztam itt utánozni a tévében, mint ahogy egy bármilyen fiatal egy dobost utánoz, vagy léggitározik, én légtáncoltam. És édesanyám megleshetett, és nagyon diszkréten nem szólt bele, hogy fiam, te mit csinálsz? Miért ugrabugrálsz? És 1982 volt az, amikor körzetben mi a Manc János utcában laktunk, a Kígyós iskola, ami régen Velinszky, most Németh László, körzetesen átkerültem, úgyhogy ott folytattam harmadikas általános iskolás koromba a tanulmányaimat, és olyan november fele megjelent a Fejér megyei hírlapban, hogy a Skála úttörő néptánc csoportja táncosokat keres. És anyukám, ő mindig ilyen inspirátor volt, azt mondta, hogy Bandikám, nincs kedved elmenni néptáncolni? Jaj, mondom, ne. Adok egy százast, mondom, hova kell menni. Úgyhogy ezzel ez volt az, ez, hát 82-ben egy százas azért. Ajaj. És emlékszem, december 5-e volt, és elmentem a Velinszkybe, és ott láttam olyan barátaimat is, akik a telepről, mint kulcsos gyerekek, együtt bandáztunk, vagy csak úgy ismertük egymást. És jött egy magas, vékony, bajszos, mint egy western filmből ilyen nagy kabát, széles karnyájú kalap, csócsálta a szotyit, na, szevasztok, Kovács Dodi vagyok, és így elkezdett nekünk mutogatni cifrákat üveggel, és nem is a tánct varázsolt el, hanem ennek az embernek a megjelenése, személyisége, mint akit így már az első mesteremként nevezhetek, ő nem más, mint Kovács József Dodi, ő akkoriban az Alba Régia Tánc együttes szólistája volt, aki foglalkozott egy ilyennel, felkérték, és egy másfél órát táncoltunk, egyféle figurát variáltunk, és rohantam haza, és mondtam, hogy hú, anyu, apu, nézzétek, mit tanultunk, és anyukám megmond, de kisfiam, de anyu, képzeld el, tehát édesanyám azt akartam mondani, hogy de nézzek már be az ablak mögé, mert megjött a Mikulás, tehát én elfelejtettem még azt is. Úgyhogy ez volt az ehhez kapcsolódó legnagyobb élmény, és a százas ösztön. A százas, igen. Én arra emlékszem közös zenélésünk idejéről, hogy nem volt egyszerű veled egyeztetni koncerteket, hiszen bejártátok az egész világot a néptánc együttessel, úgyhogy vittétek Székesfehérvár jó hírét a néptánc vonatkozásában, és úgy egyáltalán, tehát a magyar népviselet, a magyar népzene, a néptánc, hát missziós nagykövetei voltatok gyakorlatilag. Úgyhogy ilyen szempontból azt hiszem a város is, és maga ez a kultúra sokat köszönhet annak, hogy ti vagytok, gyakoroltok, léteztek, és visszafele is gondolom ugyanez érvényes. Igen, hál' Isten, nagyon sok közös kötődés van a zenei élet, Székesfehérvár zenei élete, illetve a táncegyüttes között. Hát például voltak olyan projektjeink, ahol a Hámori Janúék voltak a rezesek, tehát megszólítunk, együttműködünk. Volt, hogy a szimfonikus zenekarral tavaly a zenevilágnapja alkalmából egy csodás Kálai kettőst járt az együttes, az Alba Régia szimfonikus zenekar muzsikájára, de a Herman László zeneiskolával is nagyon régi és szakmai és baráti a kapcsolatunk, úgyhogy a zene, a tánc és minden más művészeti ág, azt hiszem, hogy Fehérvár büszke lehet arra, hogy így egy komplexen ennyiféle jó műhelyen rendelkezik. Aktualizáljuk akkor ezt a mostani beszélgetésünket, és akkor a népzene, néptánc és ezt a kultúrkört akkor vigyük tovább, és csavartatok egyet ezen az egészen, hiszen egy jó nagyot csavartatok ezen a történeten, mert hogy megalakult egy új formáció, aminek azért erősen vannak népzenei gyökerei, ezt ugye kimondhatjuk, viszont már modern.
és ezt is mellé tehetjük. Tehát egy modern hangulat, érzés keveredik a népzenével, ez pedig a Puszták Népe Front nevezetű, nem is tudom, formáció, együttes, zenekar. Maradjunk a zenekarnál, mert van nálunk hangszer, itt is. Igen. Tehát ez az ötlet, ez, az Albariga Tánc Együttesnél mindig van ilyen december végi előszilveszteri buli, ahol ilyen meglepetés műsorokat csinálunk, és egyik alkalommal még jó tizen akár tíz évvel ezelőtt megcsináltunk egy nótát, akkor ment slágerbe a Fekete Vonat, Hol van az a lány című muzsikája, és erre egyből jött, hogy egy Pesovár Ferenc, Fejér megyei néprajz, néptánc, népzene kutató által gyűjtött béres nóták, mezőföldi, Fejér megyei népdalok szövegét pont rá lehet nyomni. És ezt megcsináltuk akkor. Jó, nagy sikerrel volt. És 2018-ban, amikor az Albariga Tánc Együttes a Fölszállott a páva döntők döntőjében, középdöntőig jutottunk ott, kapott egy olyan feladatot a Duna Televíziótól, minden résztvevő versenyző kapott, hogy hát a Facebookra, meg a közösségi oldalakon promotáljuk már magunkat egy kicsit más formában, mert gondoltuk, hogy a néptáncosok úgyis táncolni fognak, mi pedig próbáljunk meg már zenélni, és vissza kapcsoltunk erre, hogy de jó volt ez a nóta, mi lenne, ha megcsinálnánk, és Cserta Bazsi, Cserta stúdióba felvettük 2018 novemberébe őszén ezt az első formációt, profi körülmények között egy kicsit már cizelláltabban, sokkal vállalhatóban, úgyhogy ebbe az Albariga Tánc Együttes tagjai is, mint háttértáncos, háttérvokál bent vannak, és innen indult tulajdonképpen a Puszták Népe Front karrierje, azért, hogy tehát mi nem egy politikai szervezet vagyunk. És ezt fontos elmondani, ezt nagyon fontos. De áthallása van, mert ugyanebbe a páva műsorba egy ilyen gag felvételt dolgoztunk át, a Monty Python, Brian élete, ahol a Júdea felszabadítási front, stb. És hát I. és Gyula Puszták Népe című regénye, ami szerepel nagyon sokszor műsorunkban említésként is, az írások, ezt a kettőt összeraktuk, és rajtunk ragadt, röviden PNF. Aha, nagyon jó. Az időm nagyon szalad, viszont nem mennék el amellett, hogy egy programot is ajánljunk tőletek, mert egy időponttal együtt tudunk már mondani egy talán koncertalkalmat. Igen, tehát a Puszták Népe Front most egy kicsit megmutatja a másik orcáját is, és erre a legalkalmasabbnak tűnt április 11-e a Magyar Költészet napja, amikor a zenekar nem csak a folk, rock saját átdolgozatait fogja prezentálni, hanem három híres magyar költőnk művéhez nyúltunk, főleg József Attila, Petőfi, de szerepel bent egy Nagy László vers is, és a nagy elődök feldolgozásait nem lenyúlva, hanem alázattal, tisztelettel kihasználva, hogy van egy ilyen zenét szerető és értő közösség és közönségünk. A produkcióról eddig csak beszéltünk, úgyhogy pont itt az ideje, hogy meg is mutassuk, hogy miről is szólt eddig a diskurzus. Puszták Népe Front, de Bandi, ahogy az előző adásban Felkai Mikit arra kértem, hogy konferálja fel azt a dalt, amivel folytatjuk. Most arra kérlek, hogy konferáld fel azt a dalt, amivel búcsúzunk, de még mielőtt ezt megtennéd, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm Isten áldja az életedet, a karrieredet és sok-sok minden munkádat, úgyhogy nagyon szépen köszönöm még egyszer. És akkor mit látunk, mit hallunk most? És szeretettel válnak majd annó a táncházba. Ez az első olyan klipünk, ami megbolygatta a közösségi oldalakat, és amire mindig hivatkozunk, hogyha valaki kérdezi, hogy milyen zenét játszotok, és elnézést, hogy én tréningruhában vagyok, de... A klipben, igen. Igen, nem öltöztem ki, de nagyon szeretjük ezt a számot nézni és hallgatni, és főként játszani. Mi lesz ez a dal? Ez a Fekete Vonat átirat, Puszták Népe Front címmel, adtunk is neki egy címet, Az a baj. Az a baj, kedves hallgatók, vagy kedves televíziónézők, és aztán majd egy kicsit később zenehallgatók is, hogy az időnk elrepült, viszont egy hét múlva
majd Rádl Péter becenevén Bálna érkezik, vagy úszik be a próbaterembe. Várom önöket akkor is, most pedig a Puszták Népe Front. Sej, itt az új esztendő, jön a szekér értem. Sajnálom ökrömet, vasjárom szegemet, szép cifra ösztökémet, gyönge szeretőmet. Ez várhatod, te béres, egyiptől nem kell félned. Úgy éneklítek, mintha klubben zsákot cipelnétek. Kint a mezőnk a szárval, keresed a kenyered. Sarjutüske össze-vissza böködi a tenyered. Ökreim a ritem, gulyám a vetésem, taligám a borozdában, magam a csárdában. Ménesem a ritem, gulyám a vetésem, paripám az állófánál, magam a rózsámnál. Itt van még egy birtokrag, a ménesem, a gulyám. Sokáig nem értettem ezt a tárgyilagos dumát. Hát nyilvánvaló hazugság, de most már értem. Ez volt a lázadás a valósággal szemben. Ha ménesem a rétem, az a baj. Ha gulyám a vetésem, az a baj. Ha cifra az ösztöke, az a baj. Ha nem cifra az ösztöke, az is baj. Gyenge manád lehajlik a földre, sír a kislány, elhallik messzire. Elhallik a fehér válik a szárnyába. Megszabadulok babám nem sokára. Megszabadulok, meg is házasodok. Azt veszek el, akit én akarok. Elveszem a császár szobalányát, kivel eltöltöttem sok éjszakát. Sok éjszakát, sok számos napokat. Verje meg az Isten a lányokat. Verje, verje, veretlen ne hagyja. Aki a babáját ilyen hűtlen hagyja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.